megyünk le Ádádra, hogy a Bence, a Robert, illetve a Feri, aki ugye Krisztiánnak a beugrósa, kicsit megszokják, hogy dobol a kavics a bódén, nem fog a fék a murván, keresztbe megy az autó folyamatosan, hogy egy kicsit rákészüljenek erre a versenyre, meg hát mi is, mert kell. Hát úgyhogy most ez fog történni, majd lentről jelentkezünk még, megpróbálunk egy a rövid időben beleférő, ám komplex edzéstervet kitalálni a fiúknak, hogy minden rendben menjen. A fő lényeg az, hogy ne legyen járás járóképtelen az autó. Erre lehet vágni minden, de az a lényeg, hogy ne álljon meg a pályán. Ha ki is tört a kerék, nem érdekes, nem kell beszárni, ha mozog az autó, le kell jönni. Mert ha megvárjuk a mentést, azzal el is megy minimum egy fél óra. És ez nagyon-nagyon sok idő, ezt nem tudjuk behozni. Ezért választottunk robusztus, nagy, erős autót, hogy ezt a lehetőséget minimalizáljuk. Bence, most meg fogsz lepődni, rettegni fogsz és félni, de ez így a jó, mert ez óvatosságra itt. Nehogy, hogy is van az, hogy elhamarkodott, illetve felelőtlen viselkedésre csábítson téged a murva. Egy E30-es régi BMW-vel fogok menni, 25-össel, hegesztetifivel. Hát mondjuk annyi a közel mi autókhoz, hogy hátulhajt és murva keresztbe megy. De ez is jobb, mint a semmi, az Ádádi Rallycross pályára. Szeretettel köszöntök mindenki. Várad. Igazából most ez el van rontva, mert a Bence a másik kamera mögött van, de már mindjárt elkérem tőle, aztán majd ő is ide áll szépen. Ő itt mellettünk Robert, ő nyert, ő lett az, akit kisorsoltunk, igaz? Az ott Bence, akinek most mindjárt be kéne ülni az autóba. Igen. Ez pedig itt régi cimborám, Zarándok Balázs. Sziasztok. Ugye ő itt a, hát az Ádádi pályának az intézője, vagy mondhatjuk így? Hát a mindenes. A mindenese itt az Ádádi Rallycross pályának, plusz ugye Balázs aránylag jól ismeri, finoman szólva is, azt a nyírádi Rallycross pályát, legalábbis a Rallycross nyomvonalat. Igen. Ahol most a fiúk hétvégén majd velünk egy csapatban, mert látok, mi kis közös csapatunk, fényes szereplésre vágyik. Úgyhogy most lényegében be fogtok ülni, te meg a Bence ott abba a becsövezett, hegesztett, rövid diffis E30-ba, aminek körülbelül annyi köze van a mi versenyautónkhoz, hogy hátulhajt, de ez pont elég nekünk jelen pillanatban, meg hát nagyjából mondjuk a murva az, ami egyezik. Igen, lazatalaj az. Lazatalaj, így, hogy kopog a kavics, milyen az, amikor elúszik, meg hogy fog a fék murván, meg ilyesmi, és akkor próbáljátok meg megbarátkozni ezzel a dologgal. Közben meg majd próbálom nektek okosakat mondani itt a Balázsjal, jó? Bence, Ádi, de most te is állj szépen ide, majd te is oda be fogsz ülni abba az autóba. Szia, Bence! Gyere, hunyorogj egy kicsit, te is a napban, most átállok a másik oldalra. Így, az ott a Balázs, ott a Bence baba. Te, neked Bence baba, mennyi tapasztalatod van rallycross pályán hátsókerekes autóvezetéssel? Az őszintén? Hát igen, ez egy ilyen műsor. Hunyorogja, ugye mi eljött? Hátsó kerekes autóval némi tapasztalatom van. Hát murván nem nagyon mentem sokat, max az MX-5-tel. Hol? Kicsit. Sehol. Hát de. Robert, te motorozol aktívan. Igen, én motorozok, de autóval nincs tapasztalatom. De cross motorozol? Igen. Hát igen. Akkor a murva az... A murva az ismerős, csak a... meg a hátsó kerék hajtás is. Robert nem fog megijedni a csúszós talajtó, Balázs. Ennek örülünk, ez már egy félsüket. Na, akkor mit javaslunk nekik, hogy legyen az, hogy menjenek egy pár ismerkedők? Mindenféleképpen, fokozatosan építsük fel, én azt mondom, lassan kezdjük el, és akkor ahogy érzed. És akkor a végén próbáljunk meg egy olyat, hogy próbálnak egy konstans tempót menni, mert mérjük stopperrel. Persze, az se baj, ha megcsúszik, megforog, akkor legalább érzed, hol vannak a határok. Ja, ez a rövid diffis hegesztett sztori. Ez pont jó erre. Ez pont jó erre. Úgyhogy ki kezd? Na? Bence. Kezdem én. Köszönöm szépen. Azt még már, az ilyen finomságokat, hogy majd úgy hagyd az övet, amikor kiszállsz az autóból, hogy a másiknak könnyű legyen fölvenni. Uh-huh. Ezekre még most nem kell figyelni, egyelőre lesz elég bajod. Jó. Megy veled a Balázs. Jön velem Balázs? Az menjen jó. Veled a Balázs, nagyon helyes. Egyébként nagyon régóta nem ültem jobb oldalt, mert egy kicsit parázok jobb oldalt, de
Ne félj! Híres utolsó mondatok. Jó, simán 1-2, igazából a pályán 3-4-be fogunk menni. Nagyon rövid a diffi, hogy a 2-t azt szinte nem is kell használnunk. Jó. Csak elinduláskor. Akkor mehetünk. Ja, ha mehet. Jó, itt Árpád aszfalt bal szélén fogunk menni, mert egy jobbos kanyar jön, és a széléről fogod berántani majd jobbra, innen mehet be jobbra. Aha. Teljesen jó volt. Tényleg jó volt. Őszintén mondd el, nyugodtan, mert ebből tanulok. Fokozatosan, tehát úgy csináltad, ahogy mondtam, úgyhogy nem volt baj. Itt ugye az aszfalton megpróbáltad a teligást. Igen, hát ott egy kicsit. Az egyből. Még megijedsz, amikor elúszik az autó. Egy kicsit, igen. Még a reflexeid, még az utcaiak. Hogy úgy mondjam. Persze, hogy elgeszedik, az azonnal reagált. Igen, nem a fura volt, hogy a diffi egyből. Tehát egy kis gázt adtam, és már kolbászolt el, de egyébként nekem fura mód egyébként a Murván sokkal stabilabbnak érzem az autót Murván, mint aszfalton. Murván jó, most jó volt. Nyitott diffivel nem lesz ilyen gondod, bár lediferálni ott is le tud. De ez ilyen, ennél gyorsabban fog kellene lenni. Jó, hát most ez még csak az ismerkedés volt. Oké. Okay. Menjen egyet a Robi, aztán utána végig körzőzöm 140-nel. Aha. És meghalunk mind. És meghalunk mind. Fog ez menni neki, fiatal srác? Hány éves? 20? Ó, hamar belejön. Megjött Ferenc. Ferenc, akiből semmit nem Ferenc látni. És a Böfren az bajuszt, azt hogy növeszti rendesen, ahogy kell. Neked még meg kell egy. Már megigazítom. Robert jó tanonc volt, ugyanúgy, mint te. Úgy látom, hogy azért igyekezett megtartani azt, amit mond a Balázs. Az biztos, hogy a mi autónk egy kicsit elfogadóbb és sokkal jámborabb. Ez azért elég hegyes, rövid edifi, hegesztett, kicsi a tengelytáv. A miénk az egy ilyen hömpölygő bálna lesz ehhez képest, ami egyáltalán nem baj. Balázsom? Jó lesz. Jó lesz? Jó lesz. Érzi a srác? Robikám! Meg kell szoknia. Meg kell szokni? Meg fura. Mi a legfurcsább? Nem tudom, a határokat kell megtalálni, hogy hol van az, hogy még tudunk gyorsan menni, és nem úszik el a hátulja, de gyorsan is tudjunk menni, meg hogy stabilan. Menni fogsz? Menni fog az egész? Hát ott közben még figyelni kell a három műszert, meg nézni az összes tükröt, amiből lehet, hogy egy óra után egy sem marad. Igen. Mert így csapják le majd róla. Hamar. Ha megyünk még egy kört, most jön a Feri. Jó? Jó, oké. Ferinek ezzel nem lesz gondja. Feriné inkább. Szerintem, de most megint én leszek az ilyen megmondó csávó. Szerintem inkább arra kell megfigyelni, hogy ne egy körön akarjon gyors tenni, hanem inkább sok körön közepes. Ferenc? Jó. Jó. Kicsit nekem hosszú ez a kormányáttétel, meg hogy két órán keresztül azt hogy fogjuk küzdeni. Jó, hát az, miénk egyrészt az ugye nagyobb tengelytáv, gyengébb, meg nem hegesztett diff is. Remélem, itt ilyen 45 percenként így fogunk könyörögni kifelé. Hát már megbeszéltük vagy a fiúkkal, hogyha úgy érzed, hogy fáradt vagy már nem tudsz figyelni, akkor beszólsz a rádióba, hogy cserét kérsz, és ha visszaszólnak, akkor lejössz. Szerinted lesz ennyire sodrós a miénk? Hát figyelj! Mert ha tempót néz, akkor itt hát sodrós, de itt nincs mély murva annyira, mint Nyírádon, igaz? Ott azért több murva van. Mélyebb az egész, meg nyomvájúsabb. Végére lesz, igazából ki lesz a nyomvány, és középen meg a külső szél.
féle kell ezt kiérni. Igen. Oda nem kéne kiesni, bár nagyon jó gumival megyünk majd. Na menjél, rajzolja. Tök jó. Próbáljuk ki. Add át, szerelkezd le, és üljél be Balázs mellé, és ha lehet... Jó nekem? Egyrészt megnézed, mellett? Hogy hogyan nem kéne neked próbálkoznod. Ja, értem, meg senkinek. Az fontos, hogy megnézem a... Hogy hol van a határ? Azt most a Balázs megmutatja neked, mert abból jó. Jó. Határkeresésből diplomázott. Határkeresésből? Igen. Abból jó, és onnan tudod, hogy meddig lehet ezt feszíteni. De nem kell. De nem, nem kell. De most azt mutatja meg, hogy hogyan menjünk majd szombaton, ugye? Akkor jól értem. Így van. Jó, így okay. Van. Nem mondom, hogy a Bence úgy fog kiszállni, hogy hűbb meg. Na, ismerem. Na, hát valahogy így. Aha. Azt néztem, mondom. Hát ott, ahol én hármasban visszaraktam Murva elején, ott négy, aztán teli. Aha, köszi. Na, most már tudod? Köszönöm szépen. Most már tudod, milyen? Hát hülye vagy, én így nem fogok menni. Hát, míg nem, így nem tudunk menni. Jó volt. Na? Szuper! Hatalmas! Egy kicsit máshogy megy, mint... Igen, azért nekünk még nagyon sokat kéne ehhez gyakorolni. Na Pistám, akkor vezess fel a lekonfot, kérlek. A te orszőrödről kiindulok. Van? Azt tudod, hogy börtrejnozba jutsz ki a vágnod? Tudom, holnap, vagy hát ma este csinálom. Vinnyögbe fogok feltrágva röhögni rajtad valószínűleg. Biztos, jó, Robert még mentesi. Igen, nekem... Ferencnek már megvan. Alakul. Én nekem meg lesz. Ezt neki szedjem, vagy? Kell, az, igen. Na, szedjem? Az a fiatal az nem kell oda. Megigazítsuk. Na, úgyhogy Bence, akkor talán foglaljad össze röviden a tapasztalataidat ebből a kis röpketeszből. Ennyiből kellett megtanulnod azt, hogy hogyan kell szombaton menni. Nos. Röviden. Jó. Az biztos, hogy én köszönjük. Nem a... Na. Az biztos, hogy nem a tempó lesz az én legnagyobb fegyverem, hanem a egyenletes, biztonságos... Magabiztos vonulás? Igen, én vonulni szeretnék, azt mondtam pont az előbb, hogy szeretném felvenni a tempóját a többieknek, és nem sokat előzve, és lehetőleg nem sok ember által megelőzve, nem bántva az autót végigmenni, ami szerintem a Murván nem lesz olyan gáz, az aszfalt egy kicsit nekem furább valahogy így ezzel az autóval, de a Volvo-val meglátjuk. Mire kell nagyon figyelned? Hogy érzed? Például, mielőtt fölmegyek az aszfaltra, előtte Murván fékezek, az aszfalton már gázt nyomok. Ezt most megtanultam, hogy ezt így csináljuk. Látom, a Balázs az jó volt. Abszolút. Ez nagyon fontos. Aztán finom mozdulatok, nem kapkodunk, nem rángatom, folyatom, nem rángatom a kormányt. Pici gázzal korrigálok, ha muszáj. Fékezni ne nagyon, ha elkezd beforogni, hanem pici gázokkal. Ez nagyjából ennyi. Köszönjük szépen! Robert, te mint a csapat legifjabb tagja. Bence mindent elmondott, tényleg az rutin! Hamar összeszedte! Az aszfalton a legnehezebb, ott pördülünk így leghamarabb. Murván érezzük, hogy csúszik szerintem, igen, de az aszfalt az szokatlan. De te a pályát elég jól ismered, mert ugye te sokat megfordítod. Igen, mi jártunk oda környéken. Úgyhogy ő fogja nekünk bemutatni a trükkös helyeket, ahol be tudjuk állítani a gyújtást. Ennyi. Ferenc, te mint a börtrejnolc verseny eddigi arany díjasa, itt ezzel a kis Bruce Willis profiloddal. Jó lesz. Jó lesz? Persze. Mondjad, hogy I'll be back. I'll be back. Péter, neked mi a tanulság a mai napból? Azon kívül, hogy itt a napon. Szerinted
Szerinted a Bencének miben kéne fejlődnie főleg? Bencének? Uh-huh. Szerintem abban már nagyon sokat fejlődött, hogy szerénységet tanult. Ó, Pistától. Egymást fejlesztik. Jó, hát akkor gyerekek, akkor irány. Akkor menjünk versenyezni. Meg se álljunk Nyírádig. Most már. Csak menjen az autó. Mit szólsz hozzá, Feri? Azért nem lenne baj, nem? Kapjuk. Szorít az idő. És hát köszi a srácoknak itt. Így van, köszönjük szépen köszi a Balázs, lehetőséget. Köszi, köszi, királyok vagytok. Na, szevasztok. Menjünk vissza szerelni, hogy legyen hol, amivel menni.